Bátaszéken is gyülekeznek a diákok a nagy megmérettetésre, ugyanis május 3-án kezdetét vette a 2021-es érettségi időszak. Nagy izgalommal készültünk az idei érettségi vizsgára. E, rendkívül is a helyzet, hiszen ilyenkor ezt szerenád e, ballagás szokta megelőzni, most viszont nagyon csendes volt a május első hét végéje, viszont én úgy gondolom, hogy a jelenlegi viszonyok között, amit lehetett, azt mindent megtettünk, tehát az épület fertőtlenítve lett, minden biztonsági intézkedést az érettségi vizsga megkezdésére elvégeztünk, érkeztek gyors tesztek, tehát hogyha véletlenül valakinek hőemelkedése lenne, akkor őt is, őket is meg tudjuk nézni, hogy esetleg valóban fertőzöttek-e, vagy pedig sem. És hát ugye ma elkezdődik a Magyar Irodalom érettségi vizsgával. Bátaszéki gimnáziumban ebben az érettségi időszakban nagyon sokan tesznek érettségi vizsgát, 127-en. Ebből 54 a rendes érettségi vizsgázó, a végzősek a két osztály, és hát több mint 70 az előrehozott érettségi vizsgát tevő diákunk, akik zömében, ugye nyelvből, informatikából mennek, sokan szeretnék, emelt szintre jelentkeztek, sokan szeretnének ezzel középfokú nyelvvizsgát is szerezni ezzel az érettségi vizsgával. Sömegi József igazgató úgy nyilatkozott, az idén vizsgázó diákoknak talán még nehezebb dolguk lesz, mint a tavaly végzetteknek. Az előző évben is ö, már ebben a formában ö, érettségiztek a gyerekek, tehát csak írásban, ö, viszont akkor az online oktatás időszaka az ugye március közepétől ö, tulajdonképpen, tehát egy másfél hónapra, vagy több mint másfél hónapra korlátozódott mindössze. Most viszont a végzősök az évnek a nagy részét online formában ö, tanulták, vagy, vagy végezték otthon, így én azt gondolom, hogy nagyon sok függ az egyéni hozzáállástól. Nyilván az is minden segítséget megkaptak. Rengeteg online órájuk volt, ők a tavasz időszakban, már kis csoportos formában be is jöttek a, az épületbe. Voltak számukra ö, olyan segítő foglalkozások, amikor közvetlenül kontaktmódon is ö, tudtak a tanárok velük foglalkozni, de én azt gondolom, hogy ennek ellenére ez nem az a felkészülési ö, minőség volt, mint amit a jelenléti oktatásban lehetett biztosítani. Az a bizonyos ostor az azért nem volt ott a, az egyes felkészüléknek a háta mögött, mint amit egy jelenléti biztosít. Ö, hogy milyen lesz az érettsége, ezt nem tudom. Én egyelőre még a bezárt ö, dobozt látom. Az előző ö, év, évnek, tehát az ősznek és a tavaszi időszaknak a tapasztalata is azért az volt, hogy volt, amiből egy picit könnyebb volt, volt, amiből nehezebb volt, tehát én nem gondolom, hogy, hogy ez, ezen most érdemes ö, filozofálni, hogy nehezebb vagy könnyebb lesz, ezt most, ezt kell teljesíteni, és hát sajnos lehetőség arra szóban nincs, hogy a, a gyerek az elért pontszámán esetleg növelje még, vagy vagy ezzel a, a jegyét ö, tudja ö, szépíteni, hiszen amit az érettségi, írásbeli érettségi vizsgán teljesít, az lesz a, az érettségi bizonyítványában. Az idén végzettek több szempontból is hátrányos helyzetbe kerültek a koronavírus járvány miatt. Elmaradt többek között a hagyományos szerenád, amivel a tanáraiktól búcsúznak, és a ballagás, ami lezárná az itt töltött éveiket. Az iskola vezetése igyekszik ezt pótolni. Tervezünk ballagást, reményeink szerint a szóbeli, tehát az érettségék lezárásakor, június közepének a hetében, akkor szeretnénk, tehát a, a szóbeli érettségi időszaknak a zárásaként, ez nálunk június 19-én lenne, a diák hagyományoknak megfelelően, ugye előtte nap már, már nincsenek vizsgák, nincsenek itt a kisebbek sem, akkor csinálnánk egy szerenádot, ha akarnak a gyerekek ilyen ballagás -szerű, és hát június 19-én pedig délután 5 órakor lenne a ballagás itt a gimnáziumban. Reméljük, hogy ez meg is valósulhat. Most, hogy beszéltem a gyerekekkel, mindenki nagyon örült annak, hogy lesz lehetőségük rendes ballagáson részt venni, tehát ez én azt hiszem, hogy, hogy ez, ez egy öröm volt. Tavaly is azt tapasztaltam, hogy, hogy a gyerekek elfogadták, tehát ez, ez egy objektív helyzet. Ezt nyilván e, úgy tudjuk kezelni, hogyha megpróbáljuk kompenzálni e, a gyerekeket azzal, hogy ez nem maradjon ki az életükből. E, a hatosztályos gimnáziumba járóknak például egyáltalán nem volt még ballagása, nekik az általános iskolai ballagás. Nekik ez a nagy ballagás. Tehát én azt gondolom, hogy ezt az élményt e, nem kellene elvenni. Tudjuk magunkról is, hogy mekkora élményt jelentett a mi életünkben is. Én azt hiszem, hogy ezeknek a gyerekeknek is ez az élmény megjár.